Július 1-e minden évben a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, ugyanis ekkor született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. A gyermekágyiláz okának és gyógymódjának feltalálója tiszteletére ilyenkor országszerte elismeréseket osztanak az egészségügyi dolgozóknak. A Makói és a Vásárhelyi Kórház integrálódása óta közösen ünneplik ezt a napot. Így tavaly Hódmezővásárhelyen, míg idén Makón a koronaszálló dísztermében került sor az elismerések átadására. Sokszor ugyanis a legkisebb megbecsülés ellenére, elismerés nélkül, olykor teljesen ellenséges körülmények között is sikeresen küzdenek önök, hogy egészségünket megőrizzék, egészségügyi állapotunkat javítsák, és betegségeink esetén meggyógyítsanak bennünket. A polgármester képviselői alapjából jutalomban részesítette dr. Szabó István orvost, valamint Kis Lászlóné szakasszisztenst. Ezt követően a jelenlévőket dr. Kallai Árpád főigazgató, dr. Tóth Zsolt osztályvezető főorvos és dr. Horpácsi Balázs a DATIK térségi igazgatója köszöntötte. A Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont főigazgatója egy visszatérő és egyre nagyobb problémáról, a munkaerőhiányról és ennek enyhítéséről is beszélt stábunknak. A szaktárca részéről és a kormányzat részéről érezhető, kitapintható intézkedés, a bérek emelése, folyamatos növelése, ez egy nagyon fontos eszköz. Mi úgy látjuk, hogy ezt a problémát a képzéssel, a kompetenciák áthangolásával tudjuk orvosolni, de ez egy hosszú távú feladat. Azt gondolom, hogy Makón és Hódmezővásárhelyen már van egy-egy szakterület, ahol különösen kitapintható ez a problémakör. Az egyetem közelsége ugyanakkor segítség is. Tehát a betegellátás zavartalan, de a humán erőforrás kérdés az napirenden van. Igaz Gáborné 1982 óta dolgozik a szakmában. Ő a MESZK által alapított az egészségért elnevezésű díjat vehette át, melyet minden évben 5 szakdolgozónak ítélnek oda Csongrád megyében. Stábunknak arról is beszélt, hogy miért döntött emellett a hivatás mellett. A családban igazán nem volt, aki egészségügyben dolgozott, de valamiért vonzódtam az egészségügy felé, és emiatt kezdtem tanulmányon az egészségügyi szakközépiskolába, és a kórházba kerültem, illetve rögtön a sebészeti osztályon kezdtem a munkámat, és annyira megszerettem, hogy nem is távolodtam el a mai napig. Ott dolgozom. A 2017-es Semmelweis napon összesen 40 fő részesült főigazgatói dicséretben, 20-20 mindkét intézményből. Köztük nem csak évtizedek óta dolgozó kollégák voltak, de olyan fiatalok is, akik munkájukért megérdemelték az elismerést.